Kedves nézőink, még a műsor elején jeleztem önöknek, hogy ma két polgármester is a vendégem lesz. Darázsi Kálmánnal folytatott beszélgetésünket már láthatták, most pedig a Csépharaszti polgármestert köszöntöm nagyon nagy szeretettel, Pulis Józsefet. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Köszönöm szépen, és hogy itt lehetek önöknél. A mai témánk pedig a 2019-2024. Nagyon egyszerű a kérdés, hogyan tovább Csépharaszt, de azért persze sok mindenről fogunk beszélgetni. Először polgármester úr, arra kérném, hogy egy rövid bemutatkozót mondjon nekünk, illetve hát leginkább a kedves nézőknek, hogy megismerjék önt. Köszönöm szépen. 43 éves vagyok, lényegében nem Csépharaszton törzsgyökeres lakó. Én 1985-ben költöztünk ide Borsod megyéből, tehát én Borsod-Abói-Zemplén megyébe származok, de itt Csépharaszton, aki ismerős, esetleg az állami gazdaságnak volt egy nagy telephelye, ott dolgoztak szüleim, emiatt kerültünk ide. Így az ismertségem is inkább ebből a területről, tehát a 80-as évek végén a nevem is inkább a szüleim által ismertek, ugye a volt kollégák régi, akikkel dolgozott együtt. A általános iskolát azt már itt végeztem, egy Csépharaszton, utána én hát a megszokotthoz képest nem Budapesten jártam középiskolába, hanem én Szolnokon a gépipari szakközépiskolába végeztem, kollégista voltam, tehát így az önállóság az már 14 éves korban nálam elkezdődött. Azt követő érettségi, technikus végzettség után elkezdtem dolgozni, de csak egy évig sikerült, mert a postás nagy örömmel hozta a behívómat, tehát Cegléden voltam egy évig sorkatonai szolgálatom, majd ezt követően kerültem Pestre fel könyvelőirodába a keresztanyámnak a vállalkozása segítségével, és kerültem be úgymond a gépész technikusi területről, meg a katonaság után is, ugye mint gépjármű vezető voltam, tergépjármű vezető, egy teljesen más területre, a könyvelés és a számvitel meg az adózás területére, és utána abba kezdtem el tanulni a megfelelő iskolákat, Gyöngyösön végeztem a főiskolán, és adótanácsadó szakértő végzettségem lett, és lényegében több mint 20 éve ezen a területen dolgoztam a polgármesteri választás megelőző időszakig. Ugye a kedves nézők, nem tudom, hogy mennyire követték nyomon a választásokat az elmúlt években, évtizedekben, de azért egy nagyon érdekes adatra mégis rábukkanhatunk. Már a rendszerváltás előtt Mocsári Balázs volt a településnek a vezetője, és ő pusztán azért nem indult most a polgármesteri székért, mert hogy nyugdíjba vonult. Jó egészséget kívánunk polgármester úrnak a további évekhez. Hát azért ez egy nagyon nagy örökség egy új polgármesternek a település életében. Én azt gondolom, amikor 30 éven keresztül egy valaki vitte előre a települést, és aztán most nyilván hát váltani kell. Hogy éli meg ezt a 30 évet? Mekkora teher ez, tehere egyáltalán? Hát úgy érzem, hogy ez egy tehernek nem mondanám, mivel ott éltem azért már még a rendszerváltás előtti időszakról, tehát látom azt, hogy hogy alakult a település. Azért, hogy mi volt akkor, ugye egy közös tanácsi hivatal volt Vasaddal, 90-től a rendszerváltástól lett önálló település, és hogy elkezdett fejlődni a községháza, az utak, a közvilágítás, a közmű, akár a telefon 90-es évek közepén lett telefonunk is, ami vezetékes telefon, tehát hogy folyamatosan szépen épült, és ez a 30 év alatt ez mindig folyamatosan megvolt. Most már inkább esetleg abban lesz nehézség, hogy milyen új dolgokat lehet még fejleszteni a településen, mert van rá, tehát biztos, hogy vannak rá igények, meg én is látom, hogy hol lehet tovább menni, de már úgymond az alap infrastruktúra, az alap dolgok, azok már mind biztosítottak a településen, és ez irányba inkább olyan minőségi javulást kell létrehozni, vagy megalkotni az elkövetkező időszakban, ami az emberek még jobban fogják érezni magukat Csépharaszton. A 5 éven keresztül képviselőként az előző ciklusban már dolgozott az önkormányzat munkájában. Sikerült megfelelő tapasztalatokat szerezni ahhoz, hogy az ember ilyenkor bátran el tudjon indulni egy polgármesteri székért a megmérettetésen? Úgy érzem, hogy igen. Tehát én 5 évig képviselőként eleve 3 bizottságú voltam benne, tehát a szociális bizottságban, a pénzügyi végzettségem okán a pénzügyi bizottságnak az elnöke is voltam, valamint ugye az ügyrendi bizottság a jogi területen is mint tag voltam. Pont ebből kifolyólag, hogy teljes spektrumába rálássak a teendőkre, a feladatokra.
megismerjem a lakosságot, esetleg a problémákat, a pénzügyi területeket, a jogi területeket, és úgy érzem, hogy az 5 év alatt ezeket kellően megtapasztaltam, megismertek akár a hivatali dolgozók is, létrejött a megfelelő mondhatni munkakapcsolat, úgyhogy én az első naptól az a tapasztalatom, hogy úgymond gond nélkül megtörtént az átmenet, tehát az első naptól kezdve már aktívan munkába vagyok a hivatalba. A cséfharaszti lakosok hogy fogadták azt a tényt, hogy ön indul? Milyen volt egyáltalán a kampány Cséfharaszton? Úgy nagyon nem lehetett nagy dolgokat hallani. Cséfharaszton nagyon örömmel fogadták a lakosok, tehát elég sok felé jártam. Tehát én a kampányomat inkább a személyes találkozásra építettem fel, tehát kevésbé arra, hogy most plakátolás, egyéb formákban hirdetések, hanem inkább személyesen látogattam meg a családokat, ott átbeszéltük a programokat, megismertek, tehát úgy érzem, hogy a személyes kapcsolat folytán érezhették esetleg a jelöltségemet is akkor egy olyannak, hogy igen, velem jobban meg tudtak ismerkedni, vagy látták azt, hogy milyen elképzeléseim vannak. Ettől függetlenül voltak a kampányban azért negatív visszhangok, én irányomban is. Hát sajnos ez benne van ebbe a politikai életbe, hogy erre fel kell készülni. Annyi előny van, hogy Cséfharaszton, hogy mivel azért egy kis település, 2000 lakosú településről van szó, azért jobban ismerik egymást. Adott esetben, ha hallottak valamit a kampány során, akkor megkérdezték, hogy tényleg így van, és rögtön tudtam reflektálni, vagy adott esetben a lakosok is tudtak ellenreflektálni, hogy igen, már pedig én nem ezt mondtam, és úgymond nekem hittek, nem annak a szóbeszédeknek. Tehát így ebből a szempontból inkább közvetlen módon lehet itt kampányolni, kevésbé közvetett módon, mint egy nagyvárosban, ugye plakátokról, meg egyéb formában történik a kampányolás. A választás.hu oldalon, ha valaki felment erre az oldalra, akkor nagyon jó adatokat tudott megtalálni, így tettem én is. Cséfharaszton 1684 szavazásra jogosult lakosból 1033-an nem mentek el szavazni. Polgármester úr 478 szavazatot kapott, egyéni listáról pedig 6 képviselő jelölt jutott be a testületbe, és valamennyien független jelöltek. Hogyan értékeli polgármester úr a részvételt? Én azt tapasztalom, hogy olyan, minthogy úgy érzem, minthogyha olyan érdektelenek lennének az emberek. Hát igen, ez engem is meglepett. Azt hittem, hogy most azért egy nagyobb változás fog történni, és így emiatt nagyobb lesz a részvétel, mert visszanézve a választás.hu-n a 90-es év, azt hiszem, talán 98-ban volt a legmagasabb, vagy 2002-ben, most pontosan nem tudom, akkor 55% volt a választói részvétel. Most még a 40%-ot se érte el sajnos. Lehetséges, hogy van pont, ami van lehet esetleg érdeklenség, amit én az egyes családoknál találkoztam a személyes találkozáskor, hogy kaptam vissza információt, hogy úgy valami szinte elégedettek a településsel. Tehát, hogy megvan a közművek, van játszótér, tehát hogy megvan nekik az a komforthoz szükséges feltételek, ami úgymond érdektelené teszik, hogy ők nekik már nem látják benne azt a lehetőséget, hogy mondjuk egy másik polgármesternél, vagy egy más képviselőknél milyen irányba lehetne módosítani, vagy változtatni a jövőben a dolgokon, és esetleg ezt teszi kényelmesebbé a választókat, hogy hát nekik így úgymond érdektelen akkor, hogy most kikerül, mert nekik így is jó már, ahogy van, vagy gondolják azt, hogy bárki is kerül a színre, akár polgármester, akár képviselő, úgy is jó lesz. Uh-huh. Tehát, hogy én ebben látom inkább azt, hogy ez lehet esetleg mögötte a dolgoknak. Ki lett az ön alpolgármestere? Mert ugye időközben megalakult a képviselőtestület, történt-e itt változás? Igen, rögtön már október 21-én hétfőn megtörtént az alakulülés. Alpolgármester változatlanul Kovács György lett, ő kapta a legtöbb szavazatot, messze a legtöbbet, tehát több mint 70%-ot a képviselők közül, és szerintem ilyen nem nagyon volt példa az elmúlt időszakokban. Ő volt az elmúlt 5 évben is alpolgármester, és azért azt tudni kell, hogy az alpolgármester meg a polgármester között egy bizalmi viszonynak kell lennie, mert lényegében az a polgármester helyettesítésre jön létre ez a funkció. És én maximálisan megbíztam az alpolgármesterünkbe.
és az elmúlt 5 évben is mi ketten nagyon jó együtt tudtunk dolgozni, bármilyen ügy mentén, véleményeket tudtunk ütköztetni, megbeszélni, egyeztetni, és úgy érzem, hogy ez a jó viszony, ami kialakult az elmúlt 5 évben, ez fog most is folytatódni. Kovács úr főállású, vagy pedig társadalmi megbízatású alpolgármester lett? Társadalmi megbízatású alpolgármester lett. Hát ugye Cséfaraszton lényegében csak a polgármester egyedülalmi főállású, itt a képviselők meg az alpolgármester is társadalmi megbízásban látja el a feladatát. Bizottságok tekintetében történt-e bármiféle fajta változás, illetve hát milyen bizottságok fogják segíteni majd a testület munkáját? Kik lettek a tagok, erről tudunk-e nyilatkozni? A bizottságok tekintetében most, mivel ugye rálátásom volt az elmúlt 5 évben képviselőként a bizottságokra, történt módosítás, avval kezdtük szintén az alakulülést. Ami nagyon jó, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, ami meg lett alakítva az elmúlt ciklusban, az változatlan formában működik tovább. Annak történtek meg a tagoknak a megválasztása. Változatlanul Kaszaláné Bán Anikó lett a bizottság elnöke. Amivel a képviselők változtak, így a tagság ebben változott. Itt tag lett benne a Kádár Anikó, aki az egyház, illetve szociális alapítványi területről van ismerettsége a településen. Új tagként került be a Bagó Norbert képviselőtársam, aki nagyon fiatal még, de úgy érzem, hogy neki is így a lehetőség adott lesz az, hogy beletanuljon erre a területre, hogy ő is átlássa a dolgokat, és hogy mint fiatalként is hozzáadjon akár a szociális ügyekhez is, hogy mit lát az ő korosztályában. Külső tagként olyan szempontból volt változatlan, hogy az egyik külső tagunk, a rendekné Demeter Ilona változatlanul megmaradt külső tag, a másiknál pedig Szép Hajnalka volt képviselőtársam, aki képviselő volt, de ebben a ciklusban nem indult már, és ő szociális ügyeken továbbra is benne marad a bizottsági tagságban. A pénzügyi és településfejlesztési bizottságnál lett egy módosítás, hogy a településfejlesztési terület az nem működött annyira jól ebbe az 5 évben, ezért azt kivettük a bizottsági területről, és helyette a pénzügyi bizottság marad meg, mint fő bizottság. Ezt ugye 2000 lakos feletti településnél kötelező megalapítani, és annyit ír a törvény még, hogy az ügyrendi területekhez kapcsolódó a vagyonosodási vizsgálatokat, azt ki kell jelölni egy bizottságot, tehát ezeket emeltük be a pénzügyi bizottságba. Mivel ez egy rendeletmódosítással járt, ez az egész módosítás, ezért ezt majd a tagság majd november végi képviselőtestületülésen lesz megválasztva. Emiatt ugye az ügyrendi bizottságunk se lett megalakítva, vagy nem lett már az létrehozva, mert ahogy említettem, a pénzügyi bizottságba került. Volt még egy bizottság, a kulturális és sport bizottság. Hát az szintén nem kellően működött ebbe az elmúlt 5 évben, ezért nem is lett létrehozva már. Helyette inkább abba az irányba megyünk el, hogy egy kulturális kerekasztal jellegű, ami tágabb, de nem egy olyan annyira kötött ülésszakú jegyzőkönyv, stb. Adminisztratívalag is egy annyira kötött forma lenne, viszont helyette akár civil szervezetek helyi kezdeményezés folytán tudnának bekapcsolni a kulturális eseményekbe, olyan szinten a naptár, a rendezvényekhez szükséges információk szervezésbe segíteni, és ez a jövő még. Tehát lényegében így a eddigi 4 bizottságot 2-vé redukáltuk. Szerintem ez praktikusabban fog működni így a közeljövőben. Hivatalban történik-e bármiféle fajta átalakítás, mert hogy ugye nőtt a település létszáma, a lakosok létszáma? A hivatalban annyi változás várható, hogy pont emiatt, hogy 2000 lakos felett van már a településnek a lélekszáma, ezért ismét önálló hivatalt alakíthatunk ki, ami elhatározást a november végi testületülés lesz úgymond adminisztratívan, hivatalosan is kimondva. Jelenleg még mi Péterivel vagyunk közös önkormányzati hivatal. Annyit kell tudni itt a nézőknek esetleg, hogy a maga az önkormányzat az a nagy, ami az egész a Cséfarasztnak, és azon belül vannak intézmények. Tehát azon belül van a hivatal, és ugye a hivatal volt közös, ezek az adminisztratív dolgai, mert sajnos ugye, aki esetleg nem érti, vagy nem úgy fogja fel, akkor így felcseng a régi dolog, hogy amikor még Vasaddal voltunk közösen, így félreértheti, hogy itt közösen vagyunk. Itt nem a település az önmaga, jogilag, csak maga a hivatal, mint intézmény volt közös Péterivel. Tehát ez, és akkor ez mikortól lép, megszavazzák novemberben, akkor mikortól találkoznak azzal az emberek, hogy
Csíkharaszti polgármesteri hivatal. Ez január 1-től, tehát törvényileg úgy mondja, választás követően decemberig kell kimondani, és január 1-től lép illetbe, és lényegében a választás, tehát a teljes ciklusra vonatkozóan köztesen már nem lehet alakítani, nem lehet változtatni, máshoz csatlakozni, vagy akár módosítani, ez a teljes ciklusra szól. Azt hiszem, polgármester úrral mindent nagyon részletesen átbeszéltünk, egy dologra nem tértünk még ki, a bevezető elején a hogyan továbbra. Milyen programot állított össze, és mit tudunk mondani a nézőknek, főleg a csíkharaszti lakosoknak, hogyan fog tudni elindulni egy minőségi fejlődésen a település? Hát most ugye a első az, hogy jövő februárban lesz meg a költségvetésünk, tehát ugye februárra fogjuk elfogadni, hogy olyan elemeket akarunk beépíteni, ami a lakosság részéről is jelzések jöttek. Amit én a programomban is előadtam, én mindenképpen szeretném a települést főleg külsőségében szebbé tenni. Tehát itt, amit látok problémákat a közterületeken, tehát közterületeknek akár vannak elhanyagolt részén, nem odafigyelt dolgai, tehát a maga az, hogy csinosítani, szebbé tenni a települést, fásítással, akár virágokkal, zöldítéssel, tehát hogy ez az, amit látok problémát. Szeretnénk a ciklusban a közvilágítás fejlesztést, amit elindítottunk, ugye mi LED lámpákkal elindult a főutcán egy fejlesztést, azt tovább folytatni, tehát hogy maga éjszaka is, sötétben is biztonságosan tudjanak közlekedni a lakosok. Van olyan terv, hogy a belterületi utak szempontjából, hogy csíkharaszt legyen az egyik az annak a településeknek, hogy belterületen csak szilárd utak vannak. Ezt szerencsére már idei beruházások követően, beruházás során már elég kevésre fogyott le, ami még ez szükséges. Amit látok területet, hogy amit jobban meg kéne mozgatni, ez a sport. Tehát csíkharaszt azért elég sok sport tevékenység volt a korábbi években, most valahogy úgy redukálódott inkább a futball területére, hogy ezt kell a kapcsolat a szülőkkel felvenni, a helyi civil szervezetekkel, hogy milyen olyan területre tudunk akár pénzeket is átcsoportosítani, amivel a fiatalságot jobban meg lehet fogni, itt tartani sportra, egyéb versenyekre, tevékenységekre bevonzani őket, mert ebben látok problémát. Ami még a településen, most ugye nő a lakosságszám, egyre több gyerek is van, és itt az óvodaférői kapacitásunk majdhogy nem már a maximum van, tehát ezt kell megvizsgálni, hogy demográfiailag a jövőre nézve is, hogy akkor ez hogy fog változni, bővítés, kapacitás, bővítés. Csíkharaszton nincs bölcsöde, tehát a bölcsöde is egy olyan szempont, ami főleg a fiatal családokat, fiatal szülőket vonzatja ide, illetve a bölcsődének még annyi előnye van, hogyha valaki itt kezd bölcsődébe a gyermekével, ugye akkor már az óvodát is itt folytatja, utána az iskolát is. Tehát, hogy ez egy ilyen egymásra... Viszont a hosszú távon ott egymásra, marad a család. Igen, igen, és ez főleg az iskola szempontjából fontos, mert az iskoláról tudni kell, hogy két osztály most kimaradt a 8 osztályból, mert volt egy olyan demográfiai hullám, amikor annyira kevés volt a gyermek, hogy nem iratták be. Aminek sajnos most van egy olyan problémája is, hogy aki új beköltő, már iskoláskorú gyerekekkel jönnek, és ha mondjuk az egyik gyermeke az olyan osztályba kerülne be, ami pont nincs a településen, akkor adott esetben a testvérét sem íratja ide be az iskolába. De bízok benne, hogy ezen túl fogunk jutni, mert a jövőkép az egy bizakodásra ad okot, most a településre lélekszámának a növekedése folytán is. Az elmúlt években ugye azért a tapasztalatok azok megvoltak pénzügyi bizottságnak a vezetőjeként. Szerintem azért a következő 5 éves ciklusra is akár a kormány, akár az EU, sőt 2020-tól, ha leválik ugye Pest megye Budapesttől, akkor azért talán, legalábbis eddig a polgármesterek, államtitkár úr úgy nyilatkozott, hogy fennáll a veszélye annak, hogy rendesen lehet lehívni pályázati pénzeket. Mekkora esélye van csíkharasztnak a maga 2000-es lélek számával arra, hogy pályázatokon el tudjon indulni, nyertesek is legyenek azok a pályázatok, és persze ne csak nyertes legyen, hanem valóban megérkezzen a pénz, és aztán meg is valósuljon az a beruházás. Hogy látja ezt most így 1-2 hét után?
Most ugye az elmúlt 5 évre visszatekintve voltak nyert pályázatink, akár az energetikai pályázat, az egy közel 130 millió forintos pályázat, amikor ugye napelemek kerültek felszerelésre, szigetelésre kerültek az intézmények, a nyilázárok cseréje történt meg. Kaptunk belterületi útépítésre is pályázatot nyertünk, szabadidőparknál ilyen fitness szabadtéri eszközökre nyertünk, tehát végül is azért mondhatni, hogy voltak sikeres pályázataink. Azt kell tudni, hogy annak ellenére, hogy 2000 lakosságszám, nagyon magas nálunk a helyi iparőrzési adóból számított adóerőképesség. Ez lényegében, ami helyi iparőrzési adóból befolyik az önkormányzatnak bevétel, azt a lakosság szám alapján arányosítják, és ez alapján kapunk a költségvetési forrásokból összegeket, illetve a pályázatoknál ez egy fontos szempont. Annyi előnye van a mostani új, ez a Magyar Falu program pályázatoknak, hogy azok önerő nélküliek, és ott ez kevésbé szempont az, hogy az adóerőképesség milyen. Ezek jellemzően 100%-os támogatású pályázatok, ami számunkra szintén előnyös. Itt most nyertünk már, ami pont a ciklus zárásnyitás, tehát az átadáskor történt meg, hogy a egészségházba eszközbeszerzés terén volt nyert pályázat, illetve a kulturális intézménynél rendezvényhez, illetve a könyvtár intézménynek a belső terének a megújítására nyertünk. Vannak benne most is még pályázatok a falu programba. Úgyhogy én is pozitívan tekintek a jövőre nézve, főleg, hogy ahogy hallottam és a visszhangot, hogy még jobban előtérbe akarják helyezni az 5000 lakos alatti településeket ezeknek a pályázatoknál, tehát még nagyobb költségvetési forrást kívánnak erre fordítani. Úgyhogy én bízok benne, hogy jövőben is lesznek olyan pályázatok, amin el kívánunk indulni, és fogunk is nyerni rajta. Mert itt az egyik, ami szintén fontos lenne a kerékpárút, ami pont egy külterületen van, ez a volt államgazdaság, ahol elég sokan járnak ki dolgozni, kerékpárral mennek, nagyon nagy teherautóforgalom van, tehát ez is egy fontos szempont lenne, amire várjuk azt, hogy egy pályázat megfelelően kiírásra kerüljön, és amin el tudunk indulni, és hogy bízok benne, hogy ahogy Nyíregyházán is most építik a kerékpárutat, hogy előbb-utóbb Csépharaszton is ez meg fog valósulni. Hát én csak azt mondom, hogy amen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, polgármester. Jó munkát kívánok önnek, és időnként azért visszavárom önt abba a székbe, hogy beszélgessünk a csépharasztiak dolgairól. Köszönöm szépen és a meghívást. Kedves nézőink, a Csépharaszton újonnan megválasztott polgármester úr volt most a vendégem, Pulis József. Hát én jó munkát kívánok a polgármester úrnak, mint ahogy a körzetben az összes többi megválasztott település vezetőnek. Mi pedig most a Gemini Televízió műsorát folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.